Na, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy ilyen nagyon rövid kis videóba. Igazából ez egy reakció videó lesz. Mégpedig a Century Age of Ashes-zel kapcsolatban. Ugyanis 14-én jönni fog egy event, amit... hát vagy is mondjam, mert egy ideig beszéltünk ismerősökkel, hogy lehet, hogy kellene a készítőknek ilyet belerakni, mert így lehet, hogy izgalmas lenne, meg sokan lehet, hogy be is csatlakoznának. És ez nem más, mint a Circuit Champions, ami el is árulja, hogy ez egy ilyen versenyjellegű játékmód lesz. Most ilyen event szinten berakják, aztán kiderül, hogy mennyire lesz népszerű, és mennyire fog bemaradni. De gondoltam, hogy megnézzük, aztán majd így átnézegetjük a dolgokat. Igazából nem nagyon tudunk semmit, hogy így milyen dolgokat pakolnak bele. De most megnézzük, aztán majd szépen visszaugrunk egy-kettő részhez, vagy megállítom, és akkor úgy nézzük a dolgokat. Jó. Hangos lesz nektek, de a versenyző. Na, és egyébként itt van a lényeg, bocsi, hogy egyből már meg is állítom, hogy ugyebár vannak ezek a tojások, amik úgy fognak működni szerintem, mint a Mario játékokban, Mario Kart, meg ezekben, hogy fel tudsz venni egy ilyen tojást, és akkor valami bónuszt adnak neked, amivel átrátatni tudod az ellenfelet, vagy pedig magadat tudod felgyorsítani, vagy boostolni. Vannak ugyebár ilyen kapuk, amiken szerintem kötelező mindig átmenni, ilyen checkpoint. Hát igen. És a pályán is, hogyha közel megyünk a sziklához, vagy ilyesmi, az előbb láttam, akkor az is ad valami plusz gyorsítást. Okay. Teljesen jó. Hát lényegében sárkányokkal egy ilyen versenyünk. Meg persze a sassal, ami nem végkerült a játékba, de ja. Igazából ennyi volt a videó, de megmondom őszintén, az, amit észrevettem leginkább ebben a játékmódban, hogy nem tudod azt csinálni, hogy mint a Gates of Fire, meg a hasonló játékmódokban, hogy jóformán agyonlövöd a másikat tűzlabdákkal, és akkor úgy mész végig a versenyen, hanem mindig csak úgy kapsz dolgokat, kicsit lelassítva. Tehát például itt van a boostos, hogy három ilyen tokent kapsz. Gondolom ezt gyűjtheted a pályán, és akkor úgy tudod felhasználni őket. Illetve láttam még egyet, ezt. Hogy itt már például felvette az ember a tojásból a plusz képességet, és ez a füst lesz. Tehát lényegében kettő dolgot már itt tudunk róla. És ezen kívül még ezt nem tudom, mert itt van ez a kék ilyen gömb, hogy ez most fagyasztás, vagy pedig valami olyasmi lesz, mint a Stormblazernek, hogy eldob egy baltát, és akkor tuff, azt elébe találja, és akkor úgy le lassítja, vagy egy pillanatra megzavarja a sárkány. De ilyen szempontból szerintem sokkal jobbnak tűnik ez a játékmód, ilyen kis egyszerű, meg egyébként a videót azt majd berakom a leírásba, hogy nem az van, hogy mész a versenypályán, és akkor folyamatosan CD-re halsz meg, mert ahogy látom, még itt életerő csík sincsen, hanem csak mentek,
és amiket kaptak a pályán, azt tudjátok használni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez egyébként hogy fog működni, mennyire lesz idegesítő. Ugyebár van a tűzlabda is, gondolom azt is csak úgy össze lehet szedni, és akkor úgy használni. És ja, és ahogy néztem, egyébként amikor elkezdődött a videó, most oda tekerem, hogy három körös összesen, és 8-an vehetnek részt. Tehát 8 kör alatt, az, vagy 3 kör alatt azért tud jól változtatni az ember pozíciót. Tehát ez nem jelent semmit, hogy valaki mondjuk utolsóként indul el, mert lehet, hogy aztán ő úgy tudja gyűjteni a dolgokat, hogy az előtte lévőket folyamatosan kiszedi, aztán így szépen egyesével lehagyja. Úgyhogy nem tudom, igazából ennyit akartam elmondani erről az eventről. Valószínűleg ezután kezdődik az új season, vagy inkább januárban, ez természetesen majd úgyis kérják Discordra. Úgyhogy a kis reakcióvideó tőlem nektek. 14-én meg aki gondolja, az csatlakozzon be, mert valószínűleg azért én rá akarnék erre nézni, erre a játékmódra. Lehet, hogy a többiek is velem lesznek, úgyhogy majd így egymás ellen is fogunk szerintem versenyezni. Úgyhogy, ja. Akinek tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, kommentbe írjátok meg, hogy mi a véleményetek egyébként a játékról. Igaz, hogy mondom, én az elmúlt időszakban nem nagyon játszottam, de azért akarnék még vele játszani, csak nehéz, amikor kevés játékos bázisa van ennek a játékos, vagy ennek a játéknak, és igazából mindig ugyanazokkal az emberekkel találkozom. Úgyhogy ingyenes, gyertek ti is, próbáljátok ki, ha csak ez az event érdekel titeket, már szerintem azért is érdemes belépni. És ja, 14-én, ha minden jó, majd találkozunk Twitch-en természetesen. Úgyhogy az is, megtaláljátok a leírását a csatornának, kövessetek be ott is. És majd még videókkal érkezem szerintem. Na, sziasztok!